Üdvözlöm Önöket! Topolyán koncertezett a Hungarian Folk Embassy zenekar és Hetényi Milán. A népdalok a kornak, Arany János a népajkán továbbélő versei című lemezük az Arany János emlékév keretében beutazza az egész Kárpát-medencét. Nem létezik műköltészet a népköltészet nélkül és fordítva. Ez a fő üzenete a Hungarian Folk Embassy első nagylemezének. A zenekar 5 éve alakult meg a célból, hogy megismertesse Európával a magyar népzenét. Emellett informális diplomáciai egységként is működnek. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönve a 2017-es aranyév kapcsán az egész Kárpát-medencében koncerteznek népdalok a kornak, Arany János a népajkán tovább élő versei című lemezükkel. Hely akkor nap, azután is, holnap és holnap után is, akkor is, ha más öleli, Pistával mondva jöteni. Mi népzenei diplomáciát folytatunk, civil diplomáciát, tehát olyan művészi tartalmakat hozunk létre a népzene által, amelyek egy-egy a magyar szoft diplomáciának fontos témát mutatnak be, oly módon, hogy érzelmi csatornát nyitnak a zenén keresztül a hallgatóságban, és ezen keresztül tudunk fölmutatni olyan értékeket, mint például a mai, aminek a lényege, hogy a paraszti társadalom előtt tisztelgünk, bemutatva az, hogy ilyen igényes paraszti közösségek éltek szerte a Kárpát-medencébe, akik beemelték a saját kisebb közösségük zenéjébe Arany János költészetét. De hát vannak olyan műsoraink, amelyek például a cigányság magyar kultúrában betöltött szerepét hangsúlyozzák, lengyel-magyar barátságról van egy műsorunk, magyar-román kapcsolatot népzenével próbálunk erősíteni, bemutatva azt, hogy vannak olyan vidékek, amelyeknek a zenére mind a két nép büszke lehet. Tehát ez a fő profilja az együttesnek, és hát ez csak akkor működik, hogyha az értelmiségnél is mindinkább magától értetődővé válik az, hogy az alapműveltség része legyen a paraszti zene ismerete. Hát ez nyilván egy több évtizedes nagy társadalmi és művészi összefogást igénylő kihívás, de a magunk szerény eszközeivel szeretnénk ahhoz hozzátenni, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk kellemetlen nem tudni, hogy ki az Sebastian Bach, 20 év múlva legyen kellemetlen nem tudni azt, hogy ki volt Martin György, vagy épp Netti Sanyi bácsi. A lemez koncepcióját Hetényi Milán, a Magyar Állami Népi Együttes énekese, a Magyar Népművészet ifjú mestere dolgozta ki, aki már hosszú évek óta dolgozik együtt a Hungarian Folk Embassy-val. A folklorizálódott költemények nem közismertek, hosszú kutatómunka előzte meg a fellelésüket. A műsorban elhangzanak többek között a Mátyás anyja, Rákócziné, Rabgója, a Betyár, Rásüt az esthajnal, Népdalok a kornak című aranyművek, melyek a népajkán is élnek, de hallhatóak Arany János tanulmányaiból, irodalom történetéből is részletek, melyben Petőfiről és Kisfaludiról is ír. Megpróbáltam egy ív mentén mozogni, amikor ezt a lemezt megszerkesztettem dramaturgiailag. Közölni akartam egyfajta folklorizálódási folyamatot, felvillan Arany és Petőfi barátsága benne egy kis gondolat erejéig, Arany és Kisfaludi Károly költészetének a kapcsolata, viszonya, egymásra hatásuk. Sajnos kimaradt terjedelem okán Cucor Gergely ebből a nagy négyesből, mert hiszen ők négyen voltak, akik leginkább hatottak a népköltészete, és a legromlatlanabb verzióban maradt meg az ő munkája. A népajkán, úgyhogy azt gondolom, hogy valami ilyesforma gondolat mentén mozog az egész. Itt most a lemezen a szatmári tájegység, vagy széki, vagy a belső mezősi, tehát például ördöngös füzesiben szólal meg a népdalok a kornak, de helyet kapott a dunamenti dialektus, ott annyira közel áll hozzám, hogy például dédöreg anyám énekelt az egyik nótát, valami sajnos szintén terjedelem okán kimaradt belőle, de ugyanakkor
gyakorlatilag például csináltam egy balladát, tehát a Rákóczi-né balladája nem volt meg, de egy belső mezőségi, egy magyar szováti népdalra rátettem meg, mutatván ezzel, hogy hogyan is megy végbe egy folklorizálódási folyamat, illetve egy a Dunamenti megy dallamot én írtam hozzá. Tehát ez egy magyar nóta dallam, nem is népzenéről van szó, ott inkább Arany János korának a zenei világát próbáltuk reprezentálni. Hogyan látja, mennyire van aktualitása ma Arany Jánosnak, Arany János műveinek, nyelvezetének mondani valóján? Azt gondolom, hogy a mi arszpoétikánk erről az a lemez címében tükröződik, népdalok a kornak. Nem a mi fejünkből pattant ki, 1880-ban írta ezt a verset Arany János, tehát ő maga adta ezt a címet, tehát ő önmagát is már kortársnak gondolta. Én azt gondolom, hogy Arany János, akárcsak a népköltészet, tehát Arany János költészete is annyira mélyről és nagyon igaz érzelmek mentén fogalmazódik meg, hogy ez mindig kortárs tud lenni. Tehát 200 meg még 400 év múlva, tehát amíg magyarság van és magyarul beszélünk, addig az ő művészete az mindig kortárs lesz. És mindig meg fogja találni benne az átlagember is, tehát a köznapi ember is a hasznot, meg az adott kortárs művészetek is táplálkozni tudnak belőle. Nagyon jó példa az, hogy az Arany János évad kapcsán mennyi inspiráló költemény és mű született Arany János munkásságából. Vajdaságban Topolyán kívül még Bácskertesen láthatta a közönség a Hungarian Folk Embassy és Hetényi Milán Népdalok a kornak Arany János a népajkán tovább élő versei című lemez bemutatóját. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata megtartotta az évad harmadik bemutatóját. A vihar, a kitaszítottság, a gyűlölködés, a sorszerűség és a megbocsátás drámája. A legnépszerűbb Shakespeare darabok egyike álomszerű képek sorozata jóról és rosszról, szépről és csúfról. Lénárd Róbert dramaturg és Hernyád György rendező nem szorítkozott csak a Shakespeare által megírt szövegre, hanem rendre részleteket emelt be az író más drámáiból is. A Hernyák tanár úr nagyon jó, mert ő tudja fejből, hogy hány mondat van átlopva más drámákból. Így végignézve nem tűnik soknak, mondjuk így, de azért, mert szerintem már annyira beolvadnak, hogy már én sem mindig veszem észre, vagy nekem is így agyalnom kell, hogy várjál, az egy harmadik Richard volt. De hát ez is volt a cél, tehát nem az volt a cél, hogy ezek így kiessenek a dráma szerkezetéből, hanem az volt a cél, hogy ezek besimuljanak, mintha ebben a drámában hangoznának el. Két ellenség padakoz az emberben, a jó és a rossz. Szerinted ez bosszú történet, vagy megbocsátás történet? Nem szeretném eldönteni. A dráma az megbocsátás történet, az előadás az bosszú történet. Azt gondolom, hogy Shakespeare zseni volt. Megírta ezt 400 pár évvel ezelőtt. Ő is mindig a hatalomról beszél, többek között. De ebben a drámában nem csak a hatalomról beszél ugye az író, meg mi is. Rengeteg témát felmutat benne, a bosszú témáját, a szerelem témáját, a vágyat, a gyűlöletet, a szeretetet, és minden sok, amit egy tulajdonképpen egy emberi lélek tartalmaz. A bölcs varázsló Prospero szerepében rendhagyó megoldásként Viczei Natáliát láthatjuk. Most, hogy a birtokomban van úgymond 80%-ban a szerep, én el sem tudom képzelni, hogy ezeket az érzelmeket férfi átélje. Ezeket az anyai érzelmeket a lánya iránt, a nőktől nagyobb bosszú vágyó nincs. Szóval szerintem egyáltalán nem fontos, hogy férfi vagy nő játsza. Nem a nemiségre van kiélezve. Verebes Andrea egyetemi hallgató Mirandát alakította. Azt mondta, nagy falat volt számára ez a Shakespeare dráma.
Az akadémián már dolgoztunk Shakespeare szövegekkel, jelenetekkel, amik szintén nagyon nehezek voltak első-másodikba. De ez így harmadéven, azt gondolom, hogy egy tényleg egy mély víz. Milyen lés Shakespeare szöveget mondani színészként? Ugye 400 éves szövegekről beszélünk, mondjuk ez egy jó fordítás, Nádasdy fordítás, ami közelebb hozta talán, de hogy úgy egyáltalán? Rettentően nehéz. Én még mai napig érzem, vagy hogy most is éreztem a bemutatón, hogy vannak olyan fals mondataim, de szerintem ez gyakorlat, vagy hogy ebbe úgy bele lehet jönni. De a fazon pedig eszméletlen. Olyan dolgokat tud megfogalmazni egy drámán belül, hogy tényleg ott van a bosszú, ott van a szerelem, ott vannak ezek az ellenségeskedések, de mégis a család. Tehát, hogy szerintem eszméletlen dolgokat fogalmaz meg. Nagyon ügyes. De gyakorlat kell hozzá. Döbrey Dénes évek óta kizárólag mozgásszínházzal foglalkozik. 28 év után most játszik újra a Szabadkai Népszínház társulatában. Gondoltam, hogy sokkal viharosabb lesz. Fejemben elég viharos volt, mert újra megszólalni, beilleszkedni a társulatba, gondoltam, hogy nem lesz egyszerű, de aztán fogtak és rántottak magukkal, és ment a munka. A vihar sokak szerint Shakespeare egyik legérettebb és legkiemelkedőbb műve. Hernyák György szerint a darab azért ennyire aktuális még ma is, mert az emberek lelkével foglalkozik, és az 407 év óta ugyanolyan. Házsártos, hataloméhes, bosszúálló, de ezzel együtt nagyon szerethető. Cervantes Don Quixote című regénye ihlette az Újvidéki Színház legújabb előadását. A produkció kísérletező, újszerű megközelítésben mutatja be az embereknek a szélmalommal vívott harcát. A darabot Szardár Tagirovszki állította színpadra. Vonulj vissza! Imád hozzá! Szardár Tagirovszki úgy döntött, inkább a mindannyiunkban élő Don Quixote-t próbálja meg felszínre hozni, ahelyett, hogy új köntösben mutatná be Cervantes hősének jól ismert történetét. A rendező úgy véli, kockáztatni kell, és hagyni, hogy a vágyainkat hordozó kóborlovagok kitörjenek belőlünk. Ezért a darabban is inkább a színészek saját szélmalomharcai kaptak teret. Azt akartam átadni, amit Don Quixote keres, vagyis a bennünk létező Don Quixote, mint egy gyermek, keresi a lovakkort, keresi a gyerekkort, és keresi azt a szabadságot és azt a hitet, amit már régen elveszített, és amit már régen nem talál a világban, mert azt látja, hogy a világ kegyetlen, a világ erkölcstelen, a világ folyamatosan szélmalmokkal próbálja dobálni, és én próbáltam ezekkel a szélmalmokkal úgy harcolni, hogy tulajdonképpen azt látom, hogy ezek szükségszerűek, ezek soha nem fognak távozni köreinkből, tulajdonképpen az életünk részei. Egy nagyon alapos munkát tudtam végezni, úgyhogy ennek az alapos munkának egy része improvizatív volt, de mégis mindent tudtam előre, hogy mit, hogyan szeretnék. Voltak olyan pontok, voltak olyan momentumok, amiket nem sejtettem, amiket nem tudtam, de éreztem, belül sejtettem, úgy gondoltam, hogy van ott valami. És ebben nagyon sokan a partnereim voltak, és én nagyon köszönöm azoknak, akik a partnereim voltak, és azoknak is köszönöm, akik a szélmalmaim voltak, mert ez így együtt született meg. A darabban 12 Don Quixote-t ismerhet meg a közönség. A szerepeket műhely munka keretében dolgozták ki a színészek, akiknek saját gyerekkori emlékeiket kellett felidézniük, majd azokat a rendezővel közösen beleépítették a történetbe. Amikor először feladta ezt a feladatot, hogy most hozzunk gyerekkori emlékeket, én így ültem, jó, emlékszek pár dologra, de hogy így nyilván az ember ezzel nem nagyon foglalkozik, vagy én nem foglalkoztam, és volt egy ilyen gyakorlatunk például, hogy tett be egy zenét, azt hiszem az előadás zenét, és így írtunk. Tehát írtunk, ami eszünkbe jutott, és aztán felolvastuk közösen egymásnak, és ez annyira furcsa volt, mert ahogy más is olvasta saját emlékét, az ő emlékéből nekem egy új emlék idéződött fel. Úgy
itt egy kicsit máshogyan ábrázolva, de a lényeg az az, hogy emlékszem, hogy a nagytatámnak ugye volt egy ilyen csirkeóla is, én nagyon szerettem bemenni a tojásokat összeszedni, mert hát gyerek voltam, és az nagyon érdekes, hogy meleg, meg ott van abban a puha tolba, a pihébe, csak hát ott voltak a kars. És emlékszem, hogy sokszor volt olyan, hogy sírva jöttem ki, mert megtámadott, meg minden, de hát erősebb volt az a szándék bennem, hogy én össze akarom szedni a tojásokat, mert nehogy már ne. Nekem eszembe jutott, hogy én valamikor nagyon szerettem volna lépabréna lenni. Hát ugye nyilván azóta nagyon sok víz lefolyt a Dunán, és elég sokat változtam én is a világ. Ha most megkérdezik, valószínűleg nem ez lenne a válaszom, de ez nekem egy elég nagy kihívás volt, hogy hogyan megmutatni a nézőknek azt, hogy én valamikor ezt szerettem volna lenni. A mozaikszerűen összeálló kétórás előadás a Don Quixote-ságot, mint jelenséget elemzi, és a szabadságért, az erényekért, az álmokért vívott harcok fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet. Ha a regényt veszük alapul, akkor nyilvánvalóan egy kissé megzattyant öregember, aki jönmegy. Tehát általában így képzeljük el a Don Quixote-t. Tehát egy vidám figurának, aki ilyen viccesen bolond. Ha kicsit tovább elemezzük, akkor talán nem bolond, hiszen az erényt védeni, vagy kiállni azért, amit helyesnek gondolunk, tehát ez a mai korban is bolondság, tehát inkább hagyd a fenébe, ne avatkozz bele, tehát inkább hallgatunk. Nem tudom, én azt hiszem, hogy én világéletemben egy kicsit Don Quixote voltam egyébként is, ettől az előadástól függetlenül is, tehát engem mindig mérhetetlenül bántott az igazságtalanság, tehát hogy én mindig neki mentem, még akkor is neki megyek az erősebbnek, amikor tudom, hogy károm származik belőle. Melyet azok a századok élvezhettek, melyekben a kóbor lovagok vállalták magukra, hogy az országokat védelmezzék. Ez egy nagyon másfajta előadás, nagyon más stílusú, és azt mondom, hogy azok az emberek, akiknek nagyon nyitott lelke van, azok mint a vizet úgy fogják inni. És azt hiszem, hogy az emberiségnek a mai világban nagyon szüksége van az ilyenfajta előadásokra, hogy megérezze azt, hogy igazából mi mindegy formák vagyunk, és mindannyiunknak vannak álmai és vágyai, és mindannyiunknak voltak és lesznek. És igazából ez az előadás azt hivatott mutatni, hogy mennyire valóságos az, hogy ezek egyszer bekövetkeznek, vagy nem következnek be. Az egyedi színházi képvilággal és hangulattal rendelkező darab az Újvidéki Színház mostani évadának negyedik bemutatója. Zenéjét Katona Dávid szerezte. Ezen a héten ennyi kulturális tartalommal készültünk, jövő héten is várom Önöket, viszontlátásra!